Ha megérkeznek a feloldott uniós források, 2024. január 1-jével megemelik a pedagógusok bérét, mondta Gulyás Gergely a Blicknek. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint jelentős emelésről van szó, közel bruttó 700 ezer forintos átlagbérről beszélnénk. Hiller Istvánt kérdezzük. Hát akkor beszéljünk erről a bruttó 700 ezerről, ez annyira jól hangzik. Jó estét kívánok, hogy itt van. Ez a bruttó 700 ezer, mint átlagbér, ez mit jelentett a gyakorlatban? Ez kevesebb annál, mint amennyit a kormány eredendően még a 2010-es években ígért, megállapodott és bevezetett, az egy másik rendszer volt, amikor a mindenkori minimálbér volt a kezdő pedagógus bér alapja, és megy attól függően, hogy hány évet dolgozol, meg milyen a beosztásod. Hogyha azt betartották volna, másfél évig tartották be, akkor ma körülbelül 85-90%-kal lenne magasabb a pedagógus bér. Ez, amiről szó van, minden béremelésnek, ami a pedagógusokhoz jut, annak örülni kell. Az ennek durván a fele. Ez egy olyan 45%. Egyezik azzal, amit az Európai Uniónak béremelésében ígért a kormány? Igen. Ez az, és van még egy kitétele, hogy tudnilik, ez 2026 után úgy kell, hogy éljen, hogy a diplomás átlagbér 80%-át kell, hogy elérje a pedagógus bér, és a kormány azt ígérte, hogy ez 2030-ig tartja. Most, hogy ezt emberi nyelven elmondjuk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy amiről én itt hónapok és most már lassan másfél éve beszélek, a magyar pedagógusok bérét a magyar központi költségvetés kell, hogy állja. Ez fog bekövetkezni, szerkesztő úr. Az, amit most látunk, és beharangoznak, hogy tudnilik az Európai Uniós pénzből béremelés lesz, ez igazából egy megelőlegezett két-két és fél év, azzal a kötelezettséggel, hogy a magyar állam központi költségvetése át kell, hogy vegye ezeket a bérterheket. Fölmerül ám itt még valami. Még egyszer, a minden béremelés jó, ez egy közepes méretű, de kétségkívül jobb, mint hogyha semmi nem lenne. Persze. Csak hogy ilyen már volt. Az a kérdés, hogy a béremelés mellé az oktatás színvonalát először megtartó, majd utána emelő intézkedések történnek. Talán emlékszik, Hoffmann Rózsa volt az államtitkár, amikor bevezették a pedagógus életpálya modellt, és azt mondták, több munkát követelünk tőletek, több pénzt adunk nektek ezért. Aztán ebből az lett, hogy több munkát követeltek tőlük, és nem lett. Egyszer adtak több pénzt, és aztán ez befejeződött. Ez a pedagógusok béremelése a magyar közoktatás színvonalának emeléséhez nélkülözhetetlen, de önmagában nem elegendő. Ha nem csak azt nézzük, hogy egyébként emelkedjenek a pedagógus bérek, emelkedjenek, hanem azt akarjuk, hogy a diákjainknak, a gyermekeinknek jobb színvonalú oktatást tudjon nyújtani a magyar állam, ugye minden idők leggyengébb teljesítményét sikerült produkálni a PISA felmérések a múlt héten láttak napvilágot. Már erről is vita van, hogy ez mennyire volt gyenge és mennyire volt előremutatóan javuló. Az előremutatóan javuló az azt jelenti, hogy a magyar közoktatás színvonala esett, de másoké még gyorsabban esett, következésképpen az átlaghoz, vagy az átlag fölé kerültünk, mert mások gyorsabban tartanak a mélybe, mint mi. Azért nagyon boldogok ettől ne legyünk. Hát nem arról van szó, hogy a mi színvonalunk emelkedett, hanem másoké gyorsabban. Ugye itt a Covid-válság, az oktatás válsága a Covid miatt, az nagyon sokat rontott számtalan ország helyzetén. Ne vegye udvariatlanságnak, hogy közbevágok itt, de ez az egyik leglényegesebb. Ha nem csak hétfőről kedre gondolkodunk, meg talán ellátunk szerda délig, akkor látni kell, hogy az a három évfolyam, magyar kisfiúk és kislányok, 6-7-8 évesek, akik a Covid időszaka alatt voltak első, második, esetleg harmadik osztályosok, ők nem tanultak meg rendesen írni, olvasni, számolni. Most az első elemzések eredményeit már látjuk. Az, amit a Covid rákényszerített az oktatásra és a magyar oktatásra, az körülbelül olyan, mintha uszkve 70-100 napon keresztül ez a tanévnek a majdnem a fele, sőt egy kicsit több, egyáltalán nem jártak volna iskolába. Hogyha nem akarjuk,
hogy azok, akik azóta ugye durván 10-11 évesek, 4 év múlva ők fogják megírni a PISA-tesztet. Hogy nagyon nagy baj legyen. Hogy nagyon nagy baj legyen, akkor meg kell erősíteni az alapokat náluk. Mi közzétettük, az MSZP egy összetartó Magyarországot akar, az összetartó Magyarország programját itt adtuk át többek között önnek is. Ennek a közoktatási fejezetében nem arról van szó, hogy ki milyen ostoba, és kinek hányszor húzzuk meg a fülét, és a leggyalázatosabb új mondatok kitalálásával hogyan lehet a másikat alázni. Szerintem ebből az embereknek elegük van. Ezért a mi javaslataink nem valaki ellen vannak, nem azt bíráljuk, hogy egyébként milyen a kormány, hanem hogy mi a mi véleményünk. Például azt szeretnénk, hogyha látnánk mindannyian az, amikor ezek az most általános iskolás gyermekek egyetemistakorúak, családalapítás időszakába kerülnek, a mesterséges intelligencia olyan természetes lesz az életükbe, szerkesztő úr, mint az iPad, ami ott van. 15-20 év. Hát akkor persze. Nem kellene arról beszélni, hogy hogyan lehet megteremteni a szervezett tudás átadás, tudás átvétel folyamatát, ezt úgy hívjuk, hogy iskola, oktatás, meg a technikai fejlődést. Ha ezekről gondolkodunk, akkor jó irányba megyünk. Akkor a pedagógusok bér emelése hozzájárul a magyar közoktatás színvonalának emeléséhez. Ha a kettőt nem látjuk külön, 3 év múlva megint itt fogunk ülni, és arról fogunk beszélni, hogy nem volt elég ez ahhoz, hogy a gyermekeinknek az iskolába jobb legyen. Egy másik témát hadd hozzak ide, parlamenti ülésszak végén vagyunk. Hát eléggé zűrös volt, meg hát itt az utolsó napokban eléggé figyelemfelkeltő is, mert számtalan nagyon fontos szavazás történt. Hogy értékeli, milyen volt itt az ősz a parlament szempontjából? Nagyon is érdekes kifejezés, amit az előbb használt, tudni, hogy figyelemfelkeltő. Én azt szeretném elmondani önnek és a kedves nézőknek, hogy hogyan gondolkodom én arról, hogy a politika mikor figyelemfelkeltő, és az mikor jó. Van ennek két része. Ez ma a magyar politikai és parlamenti élet 70-80%-a. Találj ki egy olyan jelzőszerkezetet, amivel még soha senki nem gyalázta a másikot, azt elmondod lehetőleg hangosan és mindenképpen a műsoridő elején, hogy még más nehogy kitaláljon hozzad, vagy neked valami hasonlót, és akkor ezzel az új jelzőszerkezetes gyalázással legalább 5 híradóba bekerülsz. Na most ez a figyelemfelkeltés az, amiből szerintem a népeknek elegük van. A magyar politika, ezen belül a magyar pártpolitika, az ellenzék és a kormány viszonya, az ellenzéken belüli viszonyrendszer iránti elégedetlenség, kiábrándultság, a színvonal folyamatos hiánya, az emberekbe az hozza, hogy ma már legalább annyian vannak, akik nem választanak egyetlen pártot se, mint akik azt mondják, hogy valamelyik mellé leteszik a voksot. Szerintem nem ez a politika dolga. És mi abba hiszünk, hogy ezzel, és hogyha kell, akkor a saját politikánkon keresztül mutatjuk, hogy lehet ezt úgy is csinálni, hogy van saját véleményed, hogy van szakmai megalapozottsága annak, amit mondasz. A figyelemfelkeltés nem abba merül ki, hogy a másikról elmondom, hogy hány füle van, hanem hogy gondolkodom, hogy azon a területen, az ország egészében, a nemzet egészében és a mi Európánkban mi a véleményünk? Lehet, hogy először azt mondják, hogy ez olyan fura, nem volt benne semmi új gyalázkodás. Szerintem meg az emberek sokkal inkább erre gondolnak, amikor azt mondják, na, ez fölkeltette a figyelmet. Na jó, csak ezt az ellenzék sem tartja. Tehát lehet, hogy a gyalázkodásban nem olyan mélyek, mint a két oldal egymással szemben, de az ellenzéken belül is azért elég kemény odaszúrások vannak. Tehát csak gondoljunk bele, hogy Donát Anna milyen jelzős szerkezeteket használt Gyurcsány Ferenc kapcsán. Így van. Mi az, amit mi akarunk az MSZP, amikor azt mondjuk, hogy összetartó Magyarország? Az összetartó Magyarország nem az, hogy mindenkinek ugyanaz a véleménye, az ugyanis diktatúra. Abban sem ez van, csak legalább ezt mutatják. Igenis lehetnek különböző vélemények, csak a különböző vélemények ütköztetése jól láthatóan a közösség, az ország egészének érdekét szolgálja. Elfogadta ma az országgyűlés, illetve tegnap, hogy hogyan fogunk választani itt a fővárosba. Számos módon lehet abból vitát generálni,
hogy akkor egy listán legyünk, igen, mi azt mondjuk. Egyébként azért mondjuk, mert az ellenzéki szavazók döntő többsége, 70%-a azt akarja, hogy működjünk együtt. Egyébként nem azt akarja, hogy mutassuk be az együttműködés összekovácsolásának minden részletét. Igaza volt az előttem szólónak, Mesterházi Attilának, a kutya nem kíváncsi arra, hogy hogyan készül a kolbász, miközben sokan szeretik enni a kolbászt. Ne arról beszéljen már az ellenzék, hogy milyen problémái vannak az összefogásnál, hanem mutasson alternatívát, mi azt mondjuk, hogy együtt kell menni, és aki egyébként így gondolkodik, hogy nem azt kell bemutatni, hogy hogyan csináljuk meg azt, hogy közös listán indulunk, hanem arról beszélni, hogy ki mit tud ehhez hozzátenni, akkor szerintem előbbre vagyunk. Aki így gondolkodik, annak érdemes és szívesen ajánlom figyelmébe, hogy az MSZP erről beszél egy éve, most is erről beszél, és ezt is akarjuk megcsinálni. Viszont ami biztosan tudható, hogy disznóölés nem lesz ma este itt. Így lesz. Hiller István, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a lehetőséget.